Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk is Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai pályán kaptak ki 7 ponttal a menetelő Soprontól a Kék Cápák. Törökország után Debrecenben folytatja a bajnokságot a Kisvárda. Februárban már bajnoki pontokért játszanak az Akvese vízilabdázói. A tavaszi szezon nyitányán a sereghajtó Tiszakécskét fogadja a Spali. Harmadik idei mérkőzését is megnyert a nyíregyházi kosársuli. Hazai pályán szenvedett vereséget a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák a Sopron csapatát fogadták, és a vendégek 88-81-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. 9 sorozatban megnyert mérkőzés után érthetően nagy önbizalommal kezdett a Sopron, az első negyedet 9 ponttal nyerték a vendégek. A folytatás már szorosabb volt, de a nagyszünetre így is 10 pontos soproni vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után elkezdtek zárkozni a Cápák, és 70-70-nél utól is érték ellenfelüket. A záró 10 perc elején beragadt a házigazda, percekig nem született nyíregyházi kosár, így a Sopron el tudott lépni, és előnyével jól gazdálkodva 7 ponttal meg is nyerte a találkozót. Nagyon jó kezdett a Sopron, extrákat is hagytunk is nekik üres dobásokat, de valóban extrát is dobtak be, és ilyen állapotban játszanak már 2 hónapja, tehát ez azért nem véletlen, meg nem váratlan. És valóban az 55 kapott pont az nagyon sok egy fél időben, még ilyen bravúros kosarakkal is, viszont a második fél időben ebben nagyon tudtunk változtatni, viszont a végjátékot nem tudtuk átbillenteni, tehát hiába küzdöttünk és jöttünk vissza. Védekezésben is volt 2-3 olyan figyelmetlenség, meg szerencsétlen mozdulat, ami miatt a Sopron kosarat tudott dobni, illetve támadásban úgy érzem, hogy nagyon bravúr kosarakra akartunk támaszkodni, és ez most nem jött, és emiatt nem tudtuk sajnos megnyerni a végjátékot. A vendégek edzője szerint nagyon meg kellett harcolni a csapatának az újabb győzelemért. Ugyan 2 hónapja nagy szériát futunk, mégis ez volt az eddigi legnagyobb győzelmünk, mert nagy tempójú mérkőzést kellett megnyernünk. A különbséget a negyedik negyed védekezése jelentette a javunkra, de összességében végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, még úgy is, hogy több felzárkózási kísérlete is volt a házigazdának. Ezt a győzelmet Sitku Mártonnak ajánljuk, akinek nem lehetett könnyű újra ott játszania, ahol a néhai édesapja nagy sikereket ért el. A nyíregyházi nevelésű Fazekas Csaba 14 ponttal járult hozzá a Sopron sikeréhez. Nagyon hullámzó mérkőzés volt, de számítottunk erre. Ugye 9 győzelmet szereztünk zsinórba eddig, és tisztában voltunk vele, hogy a nyíregyházi ezt el akarja menni tőlünk. Hál' Istennek a végjátékot úgy sikerült kialakítanunk, hogy nekünk kedvezzen a végeredmény. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de számítottunk erre. Igazából szerintem az volt a döntő, hogy a végjátékban többet volt nálunk a labda, illetve sok olyan hibára kényszerítettük a nyíregyházát, hogy vagyis belehajszoltuk őket felelőtlen adott labdába, mi pedig ezt jól kontrolláltuk le utána a támadó oldalt. Én gratulálok a csapatnak, a nyíregyházának sok sikert kívánok, és remélem, hogy folytatni tudjuk a jó szériánkat. Nagyon örültem újra itt játszani. Az kicsit más, hogy most más mez volt rajtam, nem nyíregyházi, nem soproni, de nagyon örülök, hogy itt ilyen jó mérkőzést tudtam játszani, és a csapatnak is ilyen jól ment, úgyhogy nagyon örülök, hogy így alakult ez. A forduló további eredményei a következők: Oroszlányszeged 90-83, Körmend Debrecen 89-73, Zalaegerszeg atomerőmérse 88-87 és Kecskemét Albafehérvár 83-86. A tabella élén a Szombathely áll 15 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 13-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 7 győzelem mellett 11 vereséget szenvedő Nyíregyháza a 11. helyen várja szombati körmendi vendégjátékát. A hétvégén folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB1-ben. A 10 napot Törökországban edzőtáborozó kisvárdai csapat Debrecenbe látogat. Remekül sikerült a törökországi edzőtábor, hiszen mondhatom, szinte tökéletes körülmények között készülhettünk. Minden adva volt rá, hogy egy jó felkészülést csináljunk, és ez meg is történt, úgy érzem. Ugye sikerült játszanunk 3 aránylag erős ellenféle, 2 mindenféleképpen, talán a harmadik ellenfél volt egy kicsikét gyengébb képességű, természetesen minden tisztelet attól még az övék, de az első 2 ellenfél
nemzetközi porondon is talán mondhatom, hogy egy jó erőt képviselnek. És tehát ami a legfontosabb, hogy ez a 10 nap ez úgy tudta szolgálni a felkészülésünket, hogy mi talán a többi csapattal ellentétben erre az ég adta egy világon nem foghatunk semmit. Milyen volt visszatérni a hazai valóságba? Hogyan tudtok készülni, milyen körülmények között ezen a héten? Ez már egy kicsikét döcögősebb sajnos, hiszen az időjárás az elég zord ezekben a napokban, hiszen akár mínusz 13-14 fokos hideggel is kell megküzdeni, tehát a pálya talajok azok abszolút nem ideálisak. Sajnos az első két napban, tehát a hétfő keddi programban muszáj volt a műfűre kényszerülnünk, de tudtuk végezni azt a programot, amit szerettünk volna, és természetesen a mai naptól már, ha esik, ha szakad, ha fúj, ha jég is lesz, de mindenféleképpen füves pályán szeretnénk edzeni, hiszen a hétvégi bajnoki az ott lesz majd megrendezve Debrecenben. Minimális volt a játékos mozgás, mekkora előnyt jelentett ez a folytatásra? Az mindig hatalmas előny, hogyha egy keret egyben tud maradni. Úgy gondolom, hogy megfelelően erős a keretünk ahhoz, hogy a céljainkat elérhessük vele. Egy új játékos érkezett, plusz még fiatalok a második csapattól. A Rafa Makovsky szerintem erősítése lesz a csapatnak, fog tudni nekünk segíteni. Természetesen egy kis időre van neki szüksége, míg megszokja a mi közegünket, de egy rendkívül jó alany. És ami nagyon fontos számunkra, és örülünk neki, hogy a fiatalok is, egyre több fiatal tud csatlakozni a felnőtt csapat keretéhez. És ami még komolyabb öröm számunkra, hogy nem is lógnak ki a sorból, tehát idővel a csapatnak az erősségei lesznek majd. Említetted a debreceni mérkőzést, egy jó rajt sok mindent meghatározhat, de hát ezzel tisztában vannak a debreceniek is. Milyen meccsre lehet számítani így a körülményeket is figyelembe véve? Így van, értelemszerűen ez mindkét csapat számára nagyon fontos, hiszen ahogy említetted, egy jó rajt meghatározhatja az egész kimenetelét a szezon végéig, és reméljük, hogy nekünk sikerül majd úgy elkapni a rajtot, ahogy ezt tettük az ősz folyamán, és akkor tényleg nagyon boldogok lehetünk majd a bajnokság végén. Nem a tervek szerint alakult a december és a január az Aquese pólósai számára. A koronavírus járvány miatt nagyon sok edzés elmaradt, és decemberben két fordulót is el kellett halasztani a létszámhiány miatt. Az alsóházban fogjuk folytatni a szereplést. A gyermekcsapatunk egészen jól kezdte a szezont. Végig a tabella élén álltunk, aztán a végére picit elfogyott a csapat. Ebben közrejátszott az, hogy sok volt a hiányzónk, az a Covid-járvány minden szempontból megtizedelt a csapatot. A serdülő és az ifi csapatunk pedig létszámgondokkal küzdött egész évben. Megpróbáltunk egy tisztes helytállást. Én azt gondolom, hogy kezdett összeállni mindkét korosztály itt az év vége felé. Most megpróbáljuk majd úgy kezdeni az évet, hogy minél eredményesebbek legyenek ezek a korosztályaink is. Titeket jelenleg mennyire érint a járványhelyzet? Nagyon. Se a decemberi, se a januári felkészülésünk nem úgy alakult, ahogy azt terveztük. Voltak teljes kihagyott heteink, amikor nem tudtunk edzést tartani a betegségek miatt. És hát december, február 12-én pedig kezdődne a bajnokság, és kezdődni is fog. Egy hosszú menetelés egész júniusig, a 15 fordulónk van még hátra. Decemberben két fordulót is el kellett halasztanunk a betegségek miatt. Ezeket majd pótolnunk kell tavasszal. Ez egy hosszú menetelés lesz, az egész országot be fogjuk járni. Most már egy ideje az új nyíregyházi úszodában készültök, észre lehet venni, hogy többen jelentkeznek a gyerekek vízipólózni? A létszámgondjaink nincsenek. Nagyon sok gyermek érdeklődik a vízilabda iránt, illetve tanítjuk őket folyamatosan úszni. Várjuk is egyébként szeretettel azokat, akik kacérkodnak a gondolattól, hogy megpróbálnák a vízilabdát. Igazából ez még jó néhány évnek el kell tennie, míg a legmagasabb szintre el tudnak majd ők jutni. Addig pedig megpróbáljuk áthidalni ezt az időszakot a meglévő játékosainkkal, és minél magasabb színvonalon szeretnénk majd őket is játszatni.
Az elmúlt évben volt egy UVS-e Szolnok férfi első osztályú mérkőzés Nyíregyházán. Lehetett látni, hogy milyen hatása volt a gyerekekre, hiszen teltház előtt nagyon sok gyerek előtt játszották a meccset. Mindenki nagyon élvezte ezt a csemegét. A gyerekek is felnőttek egyaránt, egyébként utána is megnőtt az érdeklődés a sportág iránt, és most is felül a 12-én egy igazi csemege lesz a nyíregyházi uszodában. Az UVS-e női csapata fogja fogadni a friss magyar bajnok Egert, tehát ez egy biztosan nagyon jó kis polócsemege lesz. Távlatilag gondolkodtok-e hasonló mérkőzésekben, hiszen ugye említettük, volt egy férfi első osztályú meccs, most lesz egy női első osztályú meccs, következő lépés még egy válogatott mérkőzés lehetne. Úgy tűnik, hogy szívesen jönnek Nyíregyházára a top csapatok, tetszik nekik a környezet, a rendezés. Mi azon vagyunk, hogy a válogatott is előbb-utóbb bemutatkozzon itt a nyíregyházi uszodában, ez egyelőre nem rajtunk múlik. A törökországi edzőtábort követően ezen a héten már hazai környezetben készült a Nyíregyháza Spartakusz. Feszkó Tamás együttese a vasárnapi tavaszi nyitányon a sereghajtó Tiszakécskét fogadja. Összesen lehet hasonlítani a körülményeket, hiszen élőfűn tudtunk készülni minden nap, napi két edzéssel, és ugye az időjárási körülmények is azért a 8-10 fokos hőmérséklet napközben az nagyon sokat segített abba, hogy ne csak fizikális dolgokat, hanem taktikai dolgokat is tudjunk gyakorolni minél többet. Játszottatok felkészülési meccseket is, ugye koszovói és üzbég első osztályú csapat ellen, orosz másodosztályú csapat ellen, gondolom különböző stílusok, különböző játékerőt képviselő együttesek, mennyire voltak hasznosak ezek a meccsek? Nagyon hasznosak voltak, hiszen nagyon erős csapatok ellen játszottunk, hiszen a koszovói bajnoki címért küzdő csapat ellen, valamint a orosz másodosztályban a feljutásért küzdő társaságen, és saját bőrünkön tapasztalhattuk azt, hogy mennyivel gyorsabb a külföldi foci, valamint az, hogy ugye azért csak komoly első osztályi csapatok, hogy tényleg miben kell fejlődnünk. Ugye nagyon sok fiatal volt velünk az edzőtáborban, nekik volt a legjobb tanulási folyamat, hiszen látták azt, hogy egy nemzetközi mérkőzésen milyen ritmus van, milyen agresszív az ellenfél, és tényleg, hogy milyen más sebességfokozattal játszik. Mennyire voltál elégedett a fiatalokkal, mennyi szerepre juthatnak tavasszal? Azt mondom, hogy mindenki megtette magáét, amit a tehetsége alapján és a tudás alapján kihozott magából. Azt láttuk, hogy mihez elég. Én bízom benne, hogy azok a fiatal játékosok, akik most kint voltak velünk, ez egy pozitív élmény lesz számukra, és még nagyobb motiváció lesz az, hogy bekerüljenek a felnőtt csapatba. A tavasz pedig előttük áll, hiszen a ősszel is, aki olyan teljesítmény nyújtott, az megkapta a lehetőséget. Körvonalazódik már az az alapcsapat, amelyik pályára léphet majd a meccseken tavasszal hozzátéve, hogy ugye sérülések, betegségek, és tetszik, nem tetszik, a Covid is itt van velünk, közbeszólhatnak. Igen, azért azt mondom, hogy majdnem minden posztra van most már két játékosunk, akik, hogyha bárkivel bármi baj történik, akkor bevethetőek. Ugye most a legnagyobb problémánk az, hogy a szélsővédőink estek ki, úgyhogy a minden nyolc védőnk közül a négy szélsővédő közül senki se használható, úgyhogy bízom benne, hogy sikerül még egy jobb hátvédet a klubhoz csábítani. Mekkora nehézséget okoz az, hogy 6-8-10 fok és üres pályák után most a felkészülés utolsó hetében csak műfőn tudtok edzeni, és ilyen időjárási körülmények között? Azért voltunk Törökországban, hogy hozzászokjunk a fűhöz, és bíztunk benne, hogyha hazajunk, akkor fűn tudunk készülni, de sajnos az időjárási körülmények ezt nem teszik lehetővé. A hétvégén fűvön vagy fagyott talajon kell majd játszani a Balmazújvárosi pályán. Az biztos, hogy az izomzatnak az nem tesz jót, hogy műfűről fűre ugrálunk, hiszen ez nagyon sérülés veszélyes. Milyen mérkőzésre számítasz? Vasárnap a sereghajtó Tiszakécske ellen léptek pályára, viszont az első forduló mindig egy idény kezdetén lutri. A pálya talaja fogja meghatározni azt a játékképét, hiszen amire készülünk, hogy ezen a fagyott talajon folyamatos játék nem nagyon fog tudni kialakulni, inkább a küzdés és a agresszivitás fog dominálni. Én azt mondom, hogy nagyon párharcerősnek kell lenni ahhoz, hogy ahogy tervezzük, 3 ponttal tudjuk elkezdeni az évet. Lehet azt mondani, hogy klasszikus téli edzésszerelésben, vagy gondolom azért Törökországban más szerkóban edzettetek és játszottatok, milyen volt kint? Igen, kicsit klasszikus ez a szerelés. Hát nyilván más időjárás van kint Törökországban. Jót is tett, én azt gondolom a társaságnak, hogy kint eltöltöttünk 10 napot. Szerintem össze is kovácsolódott még jobban a társaság, és szerintem még taktikailag is érettebbek lettünk.
játékban miben kell erőlépni az őszhöz képest, hogy jobban szerepeljen tavasszal a csapat? Nyilván kevesebb gólok és több gólszerzésben. Érkeztek új játékosok, hogy látod az edzőtábor után már voltak hiányzók, mennyire tudnak majd segítségére lenni a csapatnak? Én azt gondolom, hogy sikerült jól igazolnunk, és teljes mértékben kiegészítik, illetve még azt mondom, hogy bővítette a repertoárunkat. A sereghajtó Tiszakécske ellen kezditek a tavaszi szezon, bár még januárt fogunk érni. Milyen mérkőzése, milyen eredményre számítasz? Mint azért az MB2-t ismerve nincs papírforma, tehát tök mindegy, hogy hol szerepel a Tiszakécske. Kőkemény mérkőzésre fogunk számítani, és úgy is állunk neki mi is. Hol szeretnétek odaérni az idény végére? Gondolom azért beszélgettetek, volt rá idő meg lehetőség Törökországban. Igen, sajnos nem úgy sikerült, nyilván a szezon elején úgy sikerült, hogy azt terveztük, utána nem úgy sikerültek a dolgaink. Ezáltal átértékeltük a dolgainkat, nyilván minél előrébb szeretnénk végezni a tabellán. Harmadik idei mérkőzését is megnyert a nyíregyházi kosársoli Falkrahinszky Gyuláni együttese, a BKG Prima Akadémia csapatát verte 88-43-ra. Az első mérkőzésünk ugye az a Szent Pál volt, az egy meglepetés győzelem volt, viszont a másik két mérkőzés, ugye itt azért a tabella végén elhelyezkedő csapatokra beszélünk, tehát a Szónokról és a BKG-ről. Ők ugyanúgy utánpótláskorú játékosokra építik a csapatukat, mint ahogy azért nekünk is elsősorban utánpótláskorúak a játékosaink, és így ez várható volt, tehát itt mindenféleképpen az volt az elfogadható, hogy a két mérkőzést megnyerjük. Most az, hogy ez ilyen nagy arányban sikerült a két mérkőzést megnyerni, az köszönhető volt annak, hogy azért a lányok jó formában vannak, jól pörögnek, forgathatók, tehát bárkit a pályára lehet küldeni, akit pályára küldünk, az ugyanúgy hatékonyan tudja kivenni a részét a játékból, és úgy gondolom, hogy ugye folyamatosan friss erőkkel mentünk, és ennek volt köszönhető ezek a két győzelemnek a nagy arányúsága. Mennyire építik a csapatot ezek a győzelmek, mennyire tesznek jót a lányok önbizalmának, hiszen a győzelemnél jobb motiváló erő nem kell. Ez így van, csak valahol a lányoknak nagyobb lett az igénye. Tehát, hogy ugye itt akik hozzá vannak szokva, az, mint tudni, hogy a juniorban játsszuk a kiemeltet, és ott azért tényleg vasas csata ellenfeleik vannak, akik azért olyan szintű játékot képviselnek, amit azért nagyon nehéz nekünk is fölvennünk ezt a ritmust. De ám lássod át, ők mégis jobban szeretnek ilyen csapatok ellen játszani, tehát jobban szeretik azt a mérkőzést, ahol valami kihívás van. Tehát nem is tudom, hogy fogalmazzuk ezt meg jól. Tehát jobban szeretik azt, amikor küzdeni kell, amikor küzdelmes a mérkőzés, és nem ilyen nagy arányú győzelmek vannak. Átírta ez a három év elejé győzelem a célokat valamennyire, ami a tabellán való helyezést illeti? Igen, tehát végülis egyre előrébb kerülünk, tehát ugye mi itt az év elején azért zsinórba buktuk a mérkőzéseinket, és az nem volt egy szerencsés dolog. Most ugye lassan kezdődik a második kör, ugye most lesz az utolsó mérkőzésünk az első körben a Radó Basket ellen. Végül is szerintem ez meg fogja határozni azt, hogy végül is hol tartunk és hol nem, mert ő közel egy forma játékerőt képvisel, legalábbis a győzelmek és a vereségek tekintetében, és utána lesz az érdekes, amikor újra kezdünk a Törökforussal, a Zsíros Akadémiával és az összes többi csapattal, tehát akkor lehet majd fölmérni azt, hogy valóban sokat léptünk előre az év elejéhez képest, vagy azokkal a csapatokkal játszottunk itt a végén, akik könnyebben verhetőek voltak. Mennyire érinti a csapatot a Covid, hiszen jelen helyzetben azért az edzőknek nem csak azt kell nézni, hogy kit szeretne pályára küldeni, hanem azt is, hogy ki tud pályára küldeni. Sajnos bennünket is érint, mint ahogy minden csapatot. Most vagy úgy, hogy a testvér Covidos, ugye, és azt természetesen ugyanúgy nem tud bejönni a csapathoz, vagy úgy, hogy ő saját maga kapta el a Covidot, ugye az nekünk megint azt jelenti, hogy egy hónapig azt a játékost nem tudjuk játszatni, de lehet, hogy játszathatnánk, de nem akarjuk játszatni, mert az egészsége mindennél fontosabb. És így komplet csapattal nem tudom, mikor fogunk legközelebb kiállni, mert mindig van két-három olyan játékos, aki nem tud részt venni. Az a szerencse, hogy a fiatalabbak, a juniorok, a kadettek, azok mind vállalják azt, hogy ezeket a hiányzó játékosokat pótolják, és lehet, hogy nem mindig a lehető legjobb összetételben tudunk részt venni a mérkőzéseken, de mindenféleképpen igyekszünk a tőlünk tehető legtöbbet megtenni azért, hogy minden mérkőzést a legjobb tudásunk
szerint oldjunk meg. Azt mondja, ebből mi fog kijönni, és éppen amikor utazni kell, akkor ki tud utazni, és ki nem. Jártunk ugye szónak ellen, hogy szombat este 9 órakor még 10 voltunk, és 10 órakor, szombat este 10 órakor kiderül, hogy nem fogunk elutazni csak 9-en, mert én olyankor nem tudok már új játékost erőszedni. Ott viszont kiderült, hogy a kislánynak a testvére covidos, tehát egyértelmű, hogy neki ott kellett maradnia, ki kellett várjuk azt az időt, hogy valóban ő beteg lesz-e vagy sem. Tehát illetve ezzel a cél az, hogy teljes létszámmal utazunk, aztán az élet az átérhetje ezeket a dolgokat. Ennyi fiatal mai sportszeretben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!